Sziasztok! Ma ezt a képünket készítjük el. A színeink, az előszínünk C, D, C, F, A, B. A hátszínünk pedig 7 a 91 BB. Ezt a csajnak a zöldözékéből választottam ki a színeket. A gradientünk pedig, na csak mozogna, 45-5. Oké. Tehát egyszer elkészítjük ezeket a kicsi gömböcskéket. Nyitunk egy 900x600-asat. Így. A szelekción túllal itt átállítjuk cirkle. És a kép közepén körülbelül, nem muszáj, de körülbelül egy köröcskét készítünk. Legyen 100 pixeles a köröcske, és ezt a köröcskét kitöltjük a hátszínnel. Így. Na most, effekt. E-Candid Impact Glass és a beállítások 20-30-0, 10-10-75-50-10-3-4 és válasszuk az előszínt, a lifting pedig 90-50-75-75 és leokézom. Selection nonne. Na most effekt, kikeresem a Muramastert, a copies. Na most itt a beállítások lesz spirál, így, cirkle, tehát itten 23, 40, 60, mínusz 10, 170, 15, 200 és 100, és leokéztam. Tehát ez lesz majd a gömböcskénk, amit majd fel fog kelleni tegyünk. Most nyitunk egy új lapot, 900x600-asat, oké. Mozogna, jó lenne, és ezt kitöltjük a gradienttel. Vesszük a csajunkat, mindjárt megkeresem, hogy merre van. Huhu. Itt van. Vesszük a csajunkat, kimásoljuk, de először is kitöröljük innen ezt az írást. Így. Na, így jó lesz. Tehát, edit, copy, Selection all, paste into selection. Na most miért mozog olyan lassan? Selection nonne. Effect, image effect, Zebra stealing, a default beállításokat kiválasztom, így, és leokéztam. Adjust blur, radial blur, zoom. Na hát ezt kiveszem, mert zoom 62, mínusz 17, mínusz 17, 15, és lent lesz a nulla.
Na hát ez amíg mozog. Mindegy, oké. Effekt MIDI. Zemre Stealing. Zortin Tiles, bocsánat, Zemre Stealingnél tartok. A beállítás 250 lesz. És plusz. És oké. Ezt megduplázom. Image Mirror. Opacity-t 50-re teszem. Így. Oké. És Merge Down. Effect. User Definite Filter. Emboss 3. Na most itten rámenjünk a szelekciónra megint. A cirkel helyett itten kiválasszuk a triangle. Itt fent beállítjuk a közepire, tehát 450-re, és így végighúzunk egy ilyen háromszöget. Hát elég kicsi háromszögünk lett, de nem baj. És Promoter Selection Tool Layer. Selection Nonne. Effect. User Define. Filter Unlimited. Ma már nagyon lelassult. Kikeressük a Tramages, és ebből a To The Line hagyom a default beállításokat, Apply. A Move Tool-lal megfogom ezt a háromszöget, és körülbelül ideig lehozom. Így. Image, Free Rotate, Rotate Single Layer, Right 90, oké. Na most elhelyezem a jobb felire, bocsánat, bal felire. Na most ezt megkettőzöm. Image Mirror. Közben megnézem, hogy középen helyezkedjenek el. Tehát ezt is középre teszem, meg ezt is középre lehozom. De hát a Picture-nál könnyebben tudom középre húzni. Így. Hát csak állna meg. Meg ezt is. Középre, így. Na most meg rámenjünk a körünkre, és ezt tett Image Resize by percent 80. Még egyszer. Tehát háromszor kell 80-at. Kétszer, és még egyszer. Így. Na most kimásoljuk. Edit, copy. Visszamenjünk a lapunkra. Paste as a new layer. Na most ezt elhelyezem. Hát inkább a Picture-ral helyezem, mert jobban tetszik így. Fejűre, vagy jobbra, vagy balra, ahogy óhajtjátok. Na most felviszem, mert fel kéne legyen.
Itt teszem Luminous Legacy, és már rögtön átvette a színeket. Ezt duplikáte, image, mirror. Mergedon. Na most ezt effekt, E-Conduit Impact, Perspective, Shadow. Ennek a beállításai lesznek 55 és 50. És OK. Na most a háromszögeket megnézem, hogy körülbelül így helyezzem el 700-ra, úgy ne legyen éppen olyan nagy, és itten pedig 200. Na hát, így, és összevonom, hogy Mergedon. Ennek is adok ugyancsak effekt, perspektíve, shadow, ugyancsak azokat a beállításokat leokéztam, így, és a raster 2-t megduplázom megint, duplikáte, image, flip. És ezt a két réteget is összevonom, Mergedown. Most veszem a szelekciót, itten állítom rectangle-ra, és ennek a beállításai pedig left 250, top 225, bottom 375, és a right lesz 650. Oké. Okay. Lerépünk a raster 1-re, promote a selection to layer. Selection none. Na most effect, kikeresem a... lehet, hogy itt lesz Carolina and Sensibility CSL dot, és hagyom 53.2 a default beállításokat. OK. Adjust sharpness, sharpen more. Effect, image effect, zebra stealing, Cornell bidirectional, nem, mert veszük a horizontált. A beállítások itt lesz mínusz 1 és 50. És oké. Okay. Ugyancsak még egyszer effect, image effect, zebra stealing, Cornell bidirectional, linear. Na most már felmegy, de ennek a beállításaik 0, 0 és 100. Ide tesszük a 100-at. Hát, megvárjuk, amíg mozog. Oké. Okay. Effekt, 3D effect, drop shadow, 1, 1, 100 és 0. És leokéztam. Na most rátérek a háromszögre, és a raster 2-t egyszer összevonom. Hát nem, egyszer ezt összevonom.
Tehát egyszer a háromszöget effekt, image effect, the styling, a default beállítást veszem, tehát default. És oké. Okay. Na most, most összevonom ezeket a kicsi labdákat, meg a háromszöget, merge down, és effect, zemreszti, ó, most elment, de már megcsinálok másképp, tehát visszalépünk, és a felső réteget, layer, arange, move down. És most összevonom a felső és az alsó réteget, tehát merge down. És megmaradt a... Na most effect, image effect, zemre styling, corner, bidirekcionál, linear, 0, 0 és 100. De valamit előttem, mert nem látom. Nem nagyon látom én ezt. Tehát megkettőzzük ezt a réteget. Duplikáte. Effect. Image effect. Zemra stealing. És a default beállítások. Corner, bidirekcionál, linear 50. Tehát még egyszer megcsinálom a default, mert ha, és leokéztem. Na most adjust, sharpness, sharpen more. Ezt a réteget. És effect, use definite filter, emboss 3. Oké. Okay. Most vesszük a csajunkat. A mit elneveztem Kleopátrának, de hát kimásoljuk. Paste az a new layer. Mivel, hogy túl nagy, így a pictoolra kicsinyítünk rajta. Így. És így. Megnézzük, hogy középen legyen elhelyezve. Valahogy. Így. Még egy kicsit azért nagyobbítok rajta. Így jó lesz. Adjust. Sharpness. Sharpen more. Effect. Ekondiot impact. Perspektíve shadow. És oké. Okay. Na most lemenjünk az legalsó rétegünkre, a raster 1-re, ezt kimásoljuk. Edit copy. És a többi rétegeket pedig merge visible összevonjuk. Na, image, add border, 35 pixel, itt a színünk lesz, CC, BC, 8, B. Oké, okay. 35 pixelt leokéztam. Selection all, selection modify contact, 30, ok. Selection invert, paste into selection. Így, kicsit kisebbre. Na most, adjust, blur, Gaussian blur, 30, ok. Effect, AP Lines, Silver Linking, vagy valami ilyesmi,
Link, bocsánat. Kiválasztom a Dotti Green-t, és ennek a beállításai lesz itten a 10-est 3-asra teszem, és a kolort felrakom mind a 3-at 255-re. És oké. Adjust sharpness, sharpen more. Selection invert effect, 3D effect, drop shadow, nem, impact, perspektíve shadow. És itt lesz 55 és 50, és leokéztem. Túl nagyra tettem, így, selection nonne. Kész a képünk. Külön a mappában megtaláljátok a díszt is. Reméljük, hogy sikerülni fog. Jó szórakozást kívánok hozzá. Sziasztok!